Köszöntöm a Paletta Kulturális Magazin valamennyi nézőjét. Mozgalmas hétvége elé nézünk, hiszen számos színvonalas program várja Székesfehérvárra az érdeklődőket, a látogatókat és természetesen a fehérváriakat is. Az egyik ilyen tradicionális rendezvény, amely mindig így a leghosszabb nap tájéken kerül megrendezésre, az a Tűzzel Vassal Fesztivál. Június 23-án 10 órától várják majd az érdeklődőket a Rácz utcában. És köszöntöm stúdiónkban Szenci Jánosné Zsuzsát, a Fehérvári Kézművesek Egyesületének elnökét. Szervusz, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Amikor így készülöttem a mai beszélgetésre, akkor egy kicsit visszapörgettem az időkerekét. 15 évvel ezelőtt indultatok, akkor még ugye más helyszín volt, hiszen az Icsi Ligetben, ha jól emlékszem, 8-10 késes mester mutatkozhatott be, és a emlékeim szerint Kovács is volt. Igen, igen, így volt a kezdeteknél, épp már elevenítettük fel mi is, hogy hát kezdetén 10 késes szakmabeli jött el erre a rendezvényre, ami ugye azért lett életre hívva, mert abban az időben szűnt meg a késes szakma oktatása. Tehát azóta nem oktatnak késes szakmát a fiúknak, tehát a vasas szakmából ez hiányzik. De érdeklődők azért vannak, mit láttok, mi a tapasztalat? Érdeklődők vannak, és azt látjuk, hogy évről évre egyre több az érdeklődő, mert most délelőtt számoltuk össze, 57-en jelentkeztek, mint késesek, késkészítők, kiállítók, mert ugye ilyenkor nem csak a késes szakma jön, hanem például aki a kés alapanyagait készíti. Tehát ők is jelentkeztek, ők is eljönnek. És ilyenkor megveszik a késesek tőlük az alapanyagot, vagy a kést, amivel élezni kell, köszörülni. Tehát ilyen szakemberek is jönnek, és akkor ők is itt lesznek ezen a rendezvényen. Hogy tudják akkor mégiscsak elsajátítani mester emberek mellett ezt a szakmát, vagy műhelyekben? Hiszen azért jó késre mondhatjuk talán, hogy mindig szükség van, meg egy férfi embernek a bicska kell, hogy ott legyen a kis felszerelésében. Igen, igen, így ahogy mondod, szóval az apák adják át a fiúknak. És most értünk el oda, hogy egyre több család foglalkozik, úgyhogy tényleg a család, apa és fia, volt, hogy együtt állítottak ki, most már van úgy, hogy külön sátrat kérnek, mert más csinál az apa és más csinál a fia, de kezdenek késes dinasztiák kialakulni, és adják a tudást egymásnak tovább. Aztán azok a férfiak, akiket ez tényleg érdekel, és nincs a szülei vagy a családból olyan ember, akitől megtanulhatják, ők pedig megkeresik azokat a mestereket, akik vállalnak oktatást. És mondom, mi is meglepődtünk, tavaly 44 kiállítónk volt, az idejében pedig 57. A 15. alkalommal mondhatjuk azt, hogy különlegességgel is készültök? Igen, igen. Ugye minden évnek van egy témája, szoktunk választani egy témát, és az idei évnek a pásztor művészet, pásztor mesterség és a pásztor kés lesz a témája. Tehát mindent e köré csoportosítottunk, minden rendezvényünk valahol ott mélyen ehhez fog kapcsolódni. Azon kívül ugye, hogy mi tényleg népművészeti rendezvény vagyunk, tehát más jellegű dolgokat mi nem mutatunk be. És az első alkalommal ezúttal egy konferenciának is otthont adtok majd. Igen, igen, előtte való nap pénteken, igen, az első késes konferenciát rendezzük meg az országban, mondhatom, mert ilyen még nem volt. És ennek a 15 évnek azért volt ehhez köze, vagy ez ugye? Igen, ugye? Igen, tehát a 15 évnek van, mivel látjuk a késes szakmának ugye hát a múltját is, a jelenét, a jövőjét, és ezzel kapcsolatban tartunk egy késes konferenciát. Már 30-an jelentkeztek rá, tehát érdeklődők vannak, előadások lesznek, és délután pedig a zsűrizésről lesz egy beszélgetés, hogy mik a zsűrizésnek a szempontja, így a Népi Iparművészeti Tanács zsűrizi a késeket, bicskákat. És akkor majd ők elmondják, hogy mire kell figyelni az alkotóknak. Azért minden évben lehet találkozni a Tűzzel Vassal Fesztiválon ilyen nagyon míves, remek munkákkal. Gondolom, hogy az az idei esztendőben is így lesz. Igen, igen. Hát erre törekszünk, hogy csak népi és a népművészettel kapcsolatban levő tárgyakat mutassunk be, árusítsunk, és a rendezvényeinken is ezt tartjuk szem előtt. Tehát gyerekjátékban is olyan lesz, hogy a régi fajátékok gyerekek kipróbálhatják, vagy felnőttek is, mert hát lesznek logikai játékok is, vagy ügyességi vagy játékok. Vagy nosztalgiázni szeretnének. Igen, pontosan így.
Aztán lányoknak, asszonyoknak változatlanul ott lesz az asszonyműhely udvarunk, tehát készülünk ilyennel is, és csupa érdekesség látni valóban. Akkor mondhatjuk azt, hogy a Tűzjavassal Fesztivál a hagyományok köszönhetően most is a családokat igyekszik megszólítani, és a család aprajának, nagyjának, igen, az erősebbik nemnek, a gyengébbik nemnek egyaránt készültök majd programokkal. Így van, így lesz, meg a meghívott vendégeink is. Két nagyobb csapat érkezik, az egyik a hortobágyi pásztorok jönnek el, és bemutatóval, előadással fognak majd itt szerepelni, slambucot főznek, hogy megkóstolhatják az érdeklődők, hogy egyáltalán mi az, ugye, mert hát ez az alföldi pásztorétel. Aztán eljönnek a hortobágyi örökös pásztorok. Az mit jelent, hogy örökös pásztorok? Hát ez egy külön rang a Hortobágyon, egy megtiszteltetés, hogy az idősebb embereket örökös pásztorrá avatják, és két örökös pásztor eljön, két idős ember, akik majd a mi egyesületünkben levő Kunkovács Lászlóval, aki pedig a pásztorok életét fotózta, könyvet írt róla, vele fognak beszélgetni a színpadon. Aztán férfiaknak is lesz próba, gyerekeknek is lesz próba, tehát a hortobágyiak így készülnek erre. A másik csapat, ők Csákvárról jönnek, a Csákvári Alapítvány, Provértes Alapítványról, és akkor ők is különféle olyan dolgot mutatnak majd be itt a közönségnek, ami hát nem mindennapos. Például a vezetőjük kolomb gyűjteménnyel rendelkezik, és azt kutatja, hogy a pásztorok kolompja hogy nézett ki, milyen hangja volt. Ezt ő majd jobban tudja, el fogja mondani. Nem mindennapos, ugyanakkor azért az fontos hangsúlyozni, hogy valamikor ez a mindennapoknak a szerves része volt, és hát nyilván a tradíció, igen, a kultúránk értékei. Így van, így van, így van. Tehát ez a régi embernek ez természetes dolog volt, hogy egy faluban volt kovács, aki ez elviszi mondjuk a kést, vagy tud segíteni az ilyen fémes szakmakban. Ez manapság már nincs így. Úgyhogy mi felvállaltuk ezt, és úgy látjuk, hogy eltelt a 15 év is, és volt értelme. Meg gyarapodott is, nőtt a fesztivál, nem? Hogyha így visszaidézem az elmúlt időszakot, azért mondhatjuk azt, hogy nőtt. Talán jót tett neki ez a helyszín is. Én legalábbis ezt így külső szemlélődéként így gondolom. Igen, ez tény, hogy mindig azt szoktuk mondani, a Rácz utca, akkor kézművesség, a kézművesség, akkor Rácz utca, és a kettő így összekapcsolódik. Tehát nagyon jó ez a helyszín ennek a fesztiválnak, és nagyon örülünk, hogy az ottani lakók pozitívan állnak hozzá, tehát az udvart elkérjük, akkor nagyon szívesen odaadják, és akkor mi ezt megtöltjük élettel. Tehát ilyenkor egy napra kinyílik a Rácz utca, úgy szoktuk mondani, mert élettel megtelik. Ami megint csak egy ilyen érdekes pont, hogy ilyenkor azért a szerb templom, ami egy nem minden nap látogatható kuriózum, és szintén látogatható lesz, és hát az az udvar is kinyílik. Igen, igen, ez köszönhető ott a szerb önkormányzat vezetőjének, Sándorovics Lászlónak, hogy vele nagyon jó a kapcsolatunk, a rendezvényt befogadta, igen, a templomkert, és ezzel a templom látogatottsága is nőtt, mert tényleg nagyon sokan kíváncsiak lennének erre a templomra, csak hát ugye előzetes egyeztetéssel látogatható. Ilyenkor viszont mindenki bemehet, körbevezetik, elmondják, sőt, meg ugye a múzeumok éjszakájához is kapcsolódunk, és hát így ez itt meglátható minden. És most is nagyon érdekes és értékes programmal készülnek, tehát miután mi a fesztivált befejeztük, a Rácz utcában még nem fejeződik be minden. Sőt, talán az idei évben mondhatjuk azt, hogy vissza a gyökerekhez, hiszen, hogyha jól emlékszem, az Icsi Ligetben a leghosszabb nap fesztivállal egy időben indultatok, és hát most ebben az évben lesz egy ilyen leghosszabb nap fesztivál újra töltve, ami 21 óráig, hogyha minden igaz, addig tölti majd meg ott élettel a teret. Igen, igen, igen. Nagyon jó programok, nem akarok reklámot csinálni, de tényleg jó programok lesznek az utcában. Az is ilyen hagyományőrző. Így van, így van, így van. Próbálunk ugye az utca szelleméhez is kapcsolódni ezzel, mert úgy érezzük, hogy ebben az utcában ilyen program való, amit mi is rendezünk, szomszédok, többiek. Hány órától érdemes majd kirátogatni? 10 órakor lesz a megnyitó, és dr. Csárpakovics András, a Székesfehérvár polgármestere fogja megnyitni ezt a 15. fesztivált, és hát onnantól indul a nap egészen a 6 órás zárásig, amikor tűzugrással zárjuk ezt a napot.
hova érdemes mindenhova benézni szerintem? Mindenhova. Mit tudnál ajánlani? Mindenhova? Én azt mondom, akkor hogy milyen sorrendben? Tehát igen, jó az ember elindul az utca egyik végéről és végigmegy, tehát érdemes mindenhova benézni, mert más és más dolgok lesznek, más és más láthatnak, meg hát mindenki az érdeklődésének megfelelően, hogy ami őt jobban érdeklőd, biztos, hogy huzamosabb időt eltölt. Ez ilyenkor mondjuk nyilván jó az Egyesületnek arra is, hogy egy kicsit megmutatkozzon a nagy közönség előtt, hiszen egy szűk réteg biztosan ismeri a Fehérvári Kézművesek Egyesületét, de ilyenkor gondolom, hogy azért nagyobb a látogatottság. Hát nagyobb. Azt láttuk tavaly is, meg hát reméljük most az idén is ezt fogjuk látni, hogy sokan jönnek, sokan kíváncsiak rá, és sokan nem is tudják, hogy az Egyesületünknek van ez az alkotóháza. Sőt, több olyan emberrel is találkoztunk, aki fehérvári, hogy itt van egy Rácz utca, és ott ilyen program van. Aztán ugye a mi egyesületünknek közel 105 tagja van, ezt se tudja mindenki, és ilyenkor 3/4 része itt van az egyesületi tagoknak. Tehát akkor azért a tagok is be tudnak mutatkozni. Be, mindenki, igen. Tehát minden, ilyenkor a feladatok már elosztásra kerültek, mindenkinek megvan, hogy mit fog csinálni, és akkor indul a nap. És akkor egy ilyen közvetlen alkotói légkör is kialakulhat, tehát gondolom, hogy belenézhetnek nyilván az asszonyműhelybe, hogy mi hogy zajlik, akkor akinek van kedve, gondolom én, hogy bekapcsolódhat. Így van, teljesen ilyen interaktív a bemutató, tehát aki kovácsolni szeretne, az kovácsolhat. Ha elbírja. Így van, ha elbírja a kalapácsot pontosan. Tehát aki azt szeretné kipróbálni, ki lehet próbálni, aki finomabb dolgokat szeretne, ilyenkor állunk elébe, és nagyon szívesen megmutatunk mindent. Tehát az asszonyműhely udvarban szövés, fonás, varrás, simzés, szóval gyöngyfűzés, minden lesz. Megnézni is lehet, próbálkozni is lehet vele. Gyerekfoglalkozásokat tartunk ilyenkor. Ott is a gyerekek kézműveskedhetnek, tehát sok-sok olyan tevékenység lesz, amit végig kipróbálhatnak. Szoktak lenni azért sláger területek, ahol mindig nagyon-nagyon nagy a sor, vagy nagyon nagy az érdeklődés. Úgy emlékszem, hogy amikor a korabeli Bolybei műhely kinyitott, ott mondjuk mindig tumultus állt. Igen, lesznek ilyen érdekességek, mert például Kis Józsi bácsi változatlanul jön. Jön megint, pedig hát már benne van a korba, de azt mondta, hogy itt a helye. Tüzelvasár Fesztivál. Ő beretfálja, igen, a vállalkozó szellemű férfiakat. Tehát hagyományos borotvával, úgyhogy ő így. Lesznek például olyan asszonykörök, hogy így mondjam, aki például horgolással foglalkoznak az óriás takaró projekt keretében, oda is be lehet kapcsolódni. Tehát kinek mihez lesz kedve, arra fog menni, és akkor megnézhet, kipróbálhat mindent. Tehát vannak ilyen kedvenc helyek, aztán a késesek között is vannak olyanok, akiknek a sátránál már reggel 8 órakor ott állnak sorba az emberek, külön megrendelt kések vannak, és ők azt fogják megvenni. Hát én azt gondolom, hogy remélem, hogy kedvet tudtunk csinálni mindenkihez ahhoz, hogy hát szombaton 10 órakor induljon a Rácz utca egyik felén, és 17 óra tájékában érjen végig a Rácz utcán, és addig mindent próbáljon ki. Így van, ezt szeretnénk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Mi pedig megyünk tovább, hiszen ahogy azt említettem, nagyon mozgalmas hétvége várható. A múzeumok éjszakájának természetesen a székesfehérvári helyszínei is vannak, hiszen hagyományokhoz szűen Fehérvár is csatlakozott a kezdeményezéshez. Nézzük a részleteket. Családi titkok, egy éjszakás kaland, szatyorvaroda, zajzenei koncert, gasztrokaszinó és ólomkatona öntés. Csak néhány program a múzeumok éjszakája kavalkádjából. A kultúrára fogékony közönség közel 100 program és 27 helyszín közül választhat június 23-án. A múzeumok éjszakájának központi témája idén a család lesz. A családi foglalkozások, mesejátékok, a históriás táncház mellett tárlatvezetések, érdekes előadások, beszélgetések várják az idei múzeumok éjszakáján az érdeklődőket minden korosztályból. Az est koncert kínálata is igen gazdag. Jazzmuzsika és népzene, egyházi kórusok és filmzenei csemegék egyaránt szerepelnek a palettán. A belvárostól távolabbi fehérvári helyszínekre, illetve a Pákozdi katonai emlékparkba és a szabadbattyáni kullatoronyhoz külön járatokkal juthatnak el a látogatók, akik a 200 forintos karszalag megvásárlásával idén is jótékony célt támogathatnak, mégpedig a hátrányos helyzetű gyerekek múzeumlátogatását. Fontos dolog, úgy hiszem, amikor rohan a világunk, amikor az emberek a pénzt megfontolva költik el,
teremteni egy olyan lehetőséget, hogy igazán kulturálódhassanak, hogy találkozhassanak, hogy gondtalanul, örömben tudjanak találkozni. A helyőrség történeti emlékgyűjteményben kincskereső játék, haditechnikai bemutató, családi kovácsolás várja az érdeklődőket. A Szabad Színház múlkorról mesél, este pedig zenés középkori felvonulás lesz a Romkerttől a Rendházig. Az Egyházmegyei Múzeumban Závodszky Noémi színművésznő és Tóth Tamás Esperes is kalauzolja majd az érdeklődőket egy-egy alkalommal a Föld és Ég című kiállításban. Lesz sör és borkóstoló és kézműves foglalkozások is. A Deák gyűjtemény közös családi alkotásra hív. A Budenszházban a Terembura Egyesület családi detektív játékában kiderül, miről suttognak a műtárgyak. Rejtélyekben az Országzászló téren sem lesz hiány. A Hetetét Játékmúzeumban már csak a megújult Réber kiállítás miatt is érdemes bemenni. Ott a múzeum összes helyszínéhez hasonlóan szintén lesz tárlatvezetés és közös családi játék. Az Új Magyar Képtárban gasztroestet rendeznek, kiderül, milyen is a fúziós konyha. A Szatyor Varrodában pedig újrahasznosított anyagokból készülnek saját alkotások. Kinyit az Óra Múzeum is, ahol egy órás család történetével ismerkedhetnek meg a vendégek, este pedig egy robbantott óra szerkezetet vetítenek a falra. A rendezvény idén 10 esztendő Székesfehérváron. A város, én mint kulturális bizottság akkori elnöke és az Egyházmegye fogtunk össze annak érdekében, hogy a múzeumok éjszakája egy nagyon minél színvonalasabb, nagyon nívós és nyilván minél látogatottabb rendezvényé nője ki magát, és most már így visszatekintve mondhatjuk, hogy ez valóban jól sikerült. Köszönhető ez a hármas összefogásnak és annak, hogy ezzel elindult egy még szélesebb összefogás. Azt hiszem, hogy ez az egyik olyan rendezvényünk, ami mögött szervezőként a legtöbben állnak. A Karszalag birtokában június 23-án szombaton 16 órától Székesfehérvár helyi járatos buszai ingyenesen vehetők igénybe. A karszalagok elővételben június 19-től megvásárolhatók a Turinform irodában, illetve a rendezvény napján minden helyszínen és a Városháztér információs faházban. További információk és részletes program a képernyőn látható weboldalon található. Az idei esztendőben is várja az érdeklődőket a Nyári Színház, ezúttal is a már tavaly jól bevált helyszínen a Szárazréti közösségi kultúrudvarban lesznek majd az előadások. Egymás után két rész látható, egy hosszú, folytatásos teleregényként is felfogható a darab, ami bemutatásra kerül majd az idei évben. Július közepén a Jövőre veled ugyanitt című romantikus végjáték első és második része szerepel a Székesfehérvári Nyári Színház kínálatában. A Vörös Marti Színház a Veszprémi Petőfi Színházzal együttműködésben állította színre a népszerű komédia első részét Hargita Iván rendezésében. Nagyon szórakoztató és ügyesen megírt történet a Jövőre veled ugyanitt, aminek van első és második része, ami 50 évet ölel föl. Két ember, egymás szeretői évente egyszer találkoznak, és hol testi, hol lelki okokból egymásba kapaszkodnak évente egyszer, elszakadva a családjuktól, ami nyilván egy furcsa parabolája a nő és férfi kapcsolatának. És hát itt miután ez egy komédia, és egy ügyesen megírt komédia, egészen nagy sikere volt az első résznek, és akkor így mertünk belevágni a második részbe, ami különálló történetként is megállja a helyét, és hát a Nyári Színház megvette azt a bátorságot, hogy egymás után két este megcsinálja az első, második, és utána még két este az első, második részt, és hát ez a két színész 50 év történetét fogja eljátszani, ami azt gondolom, hogy rendkívüli színházi élmény. Önmagában is meg lehet nézni ezeket az előadásokat, úgyis csodálatos, 25 évet sem rossz egy este alatt átfogni és megnézni, de ennek ez az igazi kuriózuma, hogy így ezt az 50 évet lehet átkarolni.
Mi alapján válogattad a színészeket, hiszen mondjuk nyilván az, hogy 50 évet átöleljenek, a kor is fontos, meg egyáltalán a technikai tudás is. Alakult, valahogy, mint a, nem is tudom, szóval, mint valahogy a víz folyása, hogy kimedri a, nem tudom, a saját útját, úgy alakult ez a dolog, és hát tudom, hogy a Sára meg a Jani nagyon régóta dolgoznak együtt, sok történetben játszottak együtt, amitől még nem kéne, hogy összecsiszolódjanak feltétlenül, vagy alkalmasak legyenek egy ilyen pár szerep eljátszására, de azt gondoltam, hogy ez való nekik. Furcsa módon a két szerep figurája is valahogy a karakterük szerint van, és ebből ők nagyon élvezettel mártóznak. A rendező szerint mindkét darab nagy színészi virtuózitást igényel, külön-külön is évtizedeket ölel fel, ezzel magukban hordozzák a drámát és a komédiát egyaránt. Július 18-a és 21-e között a négy előadáson Doris szerepében, Váradi Eszter Sára, George szerepében Keller János lesz látható. Ez egyfajta élmény, egy ilyen ívű szerepet megformálni, illetve reméljük, hogy a nézőknek is nézni ennek a két embernek a történetét. De azért én a legfontosabbnak azt tartom az ő kapcsolatukat, illetve az, hogy az ő jellemük hogy változik, mert Bernard Slade, a szerző, nagyon cselesen és nagyon virtuózan írta meg ezt a két karaktert, illetve az ő kapcsolatukat, és szerintem ez a legizgalmasabb ebben az előadásban, mert nagyon emberi, és azt hiszem, hogy nincs olyan, aki ne ismerhetne magára bizonyos pontokon egy-egy szituációban. Tehát annyi minden történik velük a 25 év alatt, ugye arról már tudunk beszélni, amit ismerünk az első részből, de ahogy most már ugye kezdünk foglalkozni a második részsel is, szóval ott is elképesztő fordulatok, és hát mint az élet, tehát olyan váratlan dolgokat produkál, hogy aztán ember legyen a talpán, aki ezekkel megbirkózik. Közben pedig azt kell mondjam, hogy minden családban vannak ilyen szituációk, és mindezt jó humorral kezelve. Hát azt hiszem, hogy tényleg feladatnak is izgalmas, és reméljük, hogy nézni is. Mi adja a család borsát ennek a kapcsolatnak, ennek a férfinői kapcsolatnak szerinted? Hát nagyon sokat tudnék erről hosszan-hosszan beszélni, ugye említetted is, hogy 50 évről beszélünk. Nagyon szép a történetben az is, hogy ez persze mindenkinek rábízzuk nézni, hogy mit gondol arról, hogy egy évben egyszeri találkozás, hogy ez lehetséges-e vagy nem egy házasságon belül vagy házasságon kívül. De hogy annyira szépen írja meg az író például a valós házastársak életét, sorsát is, hogy valóban Eszter is említette már, hogy ez nem két szereplős ez a darab, hanem minimum négy. Tehát négy ember sorsát ismerhetjük meg 50 éven keresztül. Hihetetlen izgalmas és nagyívű lehetősége szerintem a pályánkon. Nagyon örülök annak, hogy ugye van jövőre ugyanitt egy-kettő, hogy két városban is játszhatjuk folyamatosan, Székesfehérváron és Veszprémben is. Ez is nagy ajándék, és most a nyári színház is bemutatja ezt a két előadást szárazréten. Én azt gondolom, hogy csupa ajándék a sorstól. A sajtótájékoztatón Szikora János igazgató hangsúlyozta, hogy a tavalyi helyszínváltozás beváltotta a hozzáfűzött reményeket, így idén is a szárazréten található kultúrudvar ad otthont a nyári színházi előadásoknak. Ami magát a játszóhelyet illeti, annak egy óriási előnye a fedett sátor, tehát abban az esetben, ha elkezd cseperegni az eső, akkor nem vagyunk kénytelenek kimenni a színpadra, és azt mondani, hogy hát kedves közönség, tessék hazamenni, mert esik az eső. Az esőben ugyanúgy élvezhető az előadás. Szigli István, a terület önkormányzati képviselője elmondta, az elmúlt időszakban újabb fejlesztések valósultak meg, bővült a gasztroudvar, játszótér és parkosított terület várja a családokat. Olyan körülményeket sikerült teremteni, ahova megítélésem szerint még szívesebben jönnek ki az emberek, mint tavaly volt, hisz minden olyan infrastruktúrális létesítmény elkészült, ami kell egy ilyen létesítményhez. A tájékoztatón elhangzott, hogy Magyarországon néhány színház játsza egyik vagy másik részét a produkciónak, de a kettőt együtt egyik teátrum sem tűzte még egyszerre műsorra. Kedves nézőink, Paletta Kulturális Magazinnal legközelebb egy hét múlva számítok majd a figyelmükre. Viszontlátásra!